A rendezvény sorozat szombat délelőtt vette kezdetét a város főutcájában, melynek két pontján egy-egy színpad állt. A Kossuth-Lajos utca alsó része a gyermekek birodalma lett, ahol hagyományos népi gyermekjátékok, gyermekdalok hangzottak el, de ki lehetett próbálni az arcfestést, a legendárium társasjátékot, de volt körhinta is a kisebbek örömére. Történelmi témájú filmeket és rajzfilmeket is vetítettek a mozisátorban, de a Szent Koronát is modellezték, ugyanakkor meg lehetett tekinteni az Árpádházi királyok arcképcsarnokát is. A helyszínen több kézműves és helyi termelő kínálta portékáját, de borkóstolásra is volt lehetőség. Szintén a Szent István napok részeként díjazták a gyémánt, arany és ezüst lakodalmasokat a Városháza Szent István termében. A kiemelkedő eseményen 44 pár jelent meg, akiknek Bunta Levente polgármester díszoklevelet és virágot nyújtott át, egyben gratulált az együtt eltöltött házas évekhez. Szombaton a nagy színpadon a helyi zenekarok kaptak szerepet, akiket Mészáros János Elek az idei Csillagszületik győztesének fellépése követett. Másnap, azaz vasárnap is folytatódott az ünnep, délután már ismét kezdett benépesülni a Kossuth utca. Nagyon frissen érkeztünk, úgyhogy még tapasztalatot nagyon nem szereztünk. Programfüzetet látták? Nem, most érkeztünk, úgyhogy még csak éppen idáig jutottunk el, úgyhogy nem nagyon tudunk véleményt mondani. Honnan érkeztek a szabadon? Én a Homorodújfaluból érkeztem. És a tavaly, vagy az előtt? Tavaly nem voltam egyáltalán. Meddig maradtam? Hát a mai nap folyamán, igen. És mire lennének inkább kíváncsiak? Hát én erre a népművészeti dolgokra lennék kíváncsi, ugyanis én is ezzel foglalkozom, és ezért nézelődünk itt. Mindenre kíváncsi vagyok. Szeretem a népművészetet. És milyennek találja a Szent István napokat? Hát az nagyon-nagyon csodálatos, tényleg. Nagyon szép, nagyon ötletesen megoldották, nagyon szép. Le a kalappal, tehát Udvarhely, én Vásárhelyi vagyok, Udvarhely mindig valahogy előrébb volt civilizációban. Most jöttünk még be, de kíváncsiak vagyunk rá nagyon. Mire kíváncsiak? Hát, hogy mi történik itt ilyenkor, milyen ez a kirakodás. Meddig maradnak? Kedden megyünk haza. Itt a rendezvényen meddig maradnak? Hát ezt még nem tudjuk. Még szétnézünk, meglátjuk, milyen programok lesznek. A színpadon ismét helyi együttesek léptek fel, majd Bunta Levente polgármester állt a mikrofon elé és osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlevőkkel. Ünnepeljük, mert van miért ünnepeljünk, mert vannak eredményeink, azért dolgoztunk, hogy szabadon ünnepelhessük meg augusztus 20-án a Székelyaljavárosba a legnagyobb királyunkat. Szeretnénk ez alkalommal köszönteni egy arra érdemes udvarhelyit, akiből elárulom, hogy büszke arra, hogy Udvarhelyi, aki Udvarhelyért dolgozott, aki 90 éves, aki több mint 40 évig, közel 40 évig oktatta, nevelte az udvarhelyi diákokat. Péter Attila bácsiról van szó, ami Péter Attila bácsiról. Egy tapsot kérnék szépen neki, és kívánok ennek. A polgármester beszédét követően átadta a város kulcsát, amit ezúttal az idén a 90. életévét betöltött Péter Attila kapott meg. A lakosság és a városvezetés ilyen módon tiszteleg a nyugalmazott pedagógus munkássága előtt, közösségépítő tevékenysége előtt. Megköszönöm ezt a bizalmat, ezt a nagy kitüntetést, hogy a kezembe tarthatom Székelyudvarhely város kulcsát. Ezt a kulcsot gyerekeként fogom őrizni. A jó Isten áldja meg önöket, mindannyiukat. Péter Attila majdnem 4 évtizedet tanított matematikát a Tamás Áron gimnáziumban. Didaktikai szemléltető eszközök készítése, találmányok fűződnek a nevéhez. Közel 30 évig volt elnöke az Országos Matematika Társaság udvarhelyi fiókjának, országos tudományos szimpóziumokat is szervezett. A magyarországi rockbanda, a P-Mobil koncertje következett, amelyre ismét több ezren voltak kíváncsiak. Majd az éjszakában nyúló fellépés után az idei Szent István napokat látványos tűzijáték koronázta meg.